Tisztelt elnök úr, tisztelt főtitkár úr, tisztelt közgyűlés, hölgyeim és uraim! Köszönöm a megtisztelő felkérést elnök úrtól, hogy beszámolt a kutatócsoportom legújabb eredményeiről, mint az élő természettudományok képviselője, és köszönöm főtitkár úrnak a bemutatkozást. Életünk majdnem egyharmad részét alvással töltjük, egy látszólag tudattalan állapotba, külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy haszontalanul. Felmerül a kérdés, hogy az evolúció miért tette lehetővé, miért alakította úgy legtöbb multiceruláris élőlény életét, hogy aktív, pihenő szakaszt iktat be. Ha belegondolunk, az alvás evolúció szempontból elég hátrányos lehet, hiszen érzékszerveink tompultak, tehát egy predátornak sokkal jobban kitett az alvó egyed, mint az éber egyed. Ha pusztán a testünknek, immunsejtjeinknek, csontunknak, izmunknak lenne szüksége az alvásra, akkor elégséges lenne éberen, de nyugalomba tölteni az alvással töltött időt. Nem ez történt. Úgy tűnik, az evolúció előnybe részesítette az aktív alvás kifejlődését szinte minden élőlénynél. Ebből kifolyólag majdnem biztos, hogy az alvásra leginkább agyunknak van szüksége. Azonban, hogy miért alszunk, az jelenleg is az idegtudomány eddig legnagyobb kérdésre. Számos megoldás született erre, kezdve a celluláris repair, a celluláris törmelékek eltakarításától fogva, egészen addig olyan elméletekig, amelyek szerint a napközben megtanult információk tartós tárolása történik meg az alvás során, és ezért szükséges az alvás kialakulása. Hasonló fontos kérdés azonban, és ez a mai modern élet egyik kulcskérdése, hogy miért nem alszunk. Ugyanis a mai modern városi élet egyik leggyakoribb tünetegyüttese, szinte biztossággal állíthatunk, hogy az alvászavarok. Több országban végzett felmérés szerint a lakosság 60-70%-a szenved valamilyen időszakban alvászavartól, és több mint egyharmada krónikus, hosszú ideig tartó alvászavartól szenved. Az alvászavarok egyik legfontosabb kiváltó oka a minket ért stressz, illetve szorongás, akár akut, akár krónikus stressz vezethet alvászavarokhoz. És ugyanígy a stressz tovább fokozhatja az alvászavart egy körkörös folyamat révén. Miért probléma, hogyha nem alszunk? Számos kutatás kimutatta, hogy az alvászavarok nagyon-nagyon sok betegség előfordulási valószínűségét megnövelik, itt csak néhányat soroltam föl. A kutatók egészen odáig mentek, hogy tulajdonképpen kiszámítható, hogy hány évvel rövidebb ideig élünk, hogyha nem alszunk elegendő időt. Természetesen a stressz és a szorongás önmagába is vezethet elhízáshoz, magas vérnyomáshoz, stb. Tehát ez a három tünet együttes, mint egy ördögi kör kapcsolódik össze, tehát egy döntő kérdés, hogy hogyan lehet megoldani ezt a nagyon súlyos problémát. A társadalom számára ez nyilván pénzben is kifejezhető, csak az Amerikai Egyesült Államokban becslések szerint 410 milliárd dollár a költsége az alvászavaroknak és a hozzájuk kapcsolódó betegségeknek. Alapvető kérdés tehát, hogy hogyan tudjuk megfogni ezt a problémát. Egy idegtudósnak ez a kérdéskör úgy merül fel, hogy van-e olyan agyterület, ami felelőssé tehető az alvás és a stressz az összekapcsolódásáért. Ebben az esetben ugyanis bármiféle gyógyszerrel, vagy bármilyen egyéb módon megcélozhatunk egy területet, és esetleg valami remény van a gyógyulásra. Vagy pedig nincs ilyen nagy terület. És miután az agy számos párhuzamos pályával dolgozik, ezért sok párhuzamos pálya alakítja alvás és stressz kapcsolatát. Ha akarják, tulajdonképpen a kérdés egy gráfelméleti probléma. Az utóbbi esetben ugye az alvásközpontok sok-sok párhuzamos pályát küldenek a magasabb rendű viselkedésért felelős központokra. A másik esetben viszont létezik egy központ, ami összegyűjti ezeknek az információt, és egy olyan szignált állít elő, amely az ébredésre, az ébredés szintjére jellemző.
Ezt a központot csomópontnak, ugye angolul hubnak lehet nevezni. Ha megnézzük az emberi agyat, az alvás központok az agykéreg alatti területeken találhatók, elsősorban a hipotalamuszban, illetve az agytörzsben. A magasabb rendű viselkedés és felelős központok pedig egyértelműen az agykéregben, ugye ez a tekervényes struktúra, amely kihetetlen méretben kifejlődött az emberi várlás során. Egészen a 60-as évektől elkezdtek leírni olyan pályákat, amik az agytörzsből erednek, és beidegzik szinte a teljes agykérget. Ez a sok-sok felszálló pálya évtizedeken keresztül foglalkoztatta a kutatókat, és még számos mai kérdés is megválaszolatlan velük kapcsolatban. Hozzájuk köthető egy sor olyan érzelmi, emocionális összetevője az idegi működésnek, mint a motiváció, figyelem, fontosság, félelem, fájdalom, stb., amelyek tulajdonképpen mind szabályozzák, befolyásolják a viselkedésünket. Miért érdekesek ezek? Ugye miért vetítenek egyáltalán a magasabb rendű struktúrában? Az agy ugyanis, ha különböző belső állapotokban van, különböző motivációs figyelmi állapotokban van, ugyanazt az ingert máshogy és máshogy kell feldolgozza. Elég ugye, ha csak egy klasszikus szafári filmre gondolnak, a jól lakott oroszlán fekszik és kényelmesen sétálnak előtte a zebrák, az oroszlán rájuk se vagóz, ellenben, hogyha éhes, ugye a következő snitt, hogy az egész oroszlán falka kúszik és rohan ugyanazért a zebra után, nyilván azért, mert ebben az esetben már az éhség és a figyelem szabályozza ugyanannak a zebrának a feldolgozását az oroszlán agyába. Ha mindezen felszálló pályák aktivitását én szummálom, akkor tulajdonképpen előáll egy olyan vektor, amit éberségnek, illetve stresszinnek is nevezhetek. Ez azért egy érdekes koncepció, hisz ha belegondolnak, ez már valencia, azaz értékmentes vektor lesz, hiszen én valamiért éber lehetek, izgulhatok, hogyha egy pozitív, motiváló feladatot állok, de nyilván akkor is, hogyha valamit rettetesen megijedek. Tehát egyszerint az elmélet szerint kell legyen egy olyan központ, amely kialakítja mindezen felszálló pályák eredőjeként az éberségi szintet. És a legutóbbi évek kutatásai arra mutatnak, hogy tényleg van egy ilyen központ. Létezik agyunkban egy olyan központ, amelyik szinte az összes felszálló pályától szelektív és nagyon erős beidegzést kap. Ez a terület pedig a talamusz területén található. A talamusz egy szürke állományi terület, amely az agy legközepén foglal helyet, itt narancságával jelöljük ezen a képen. Alapvető funkciója, hogy az agykérget információval látja el, tulajdonképpen az agykéreg a talamikus információ nélkül nem tud működni. Nagyon-nagyon sok magból, magcsoportból áll, az a terület, amivel ebbe az előadásba foglalkozni fogunk, az a talamusz magvak középvonali magvai. Itt a piros négyzeten belül, a pirossal, illetve a fotográfián a nyilakkal jelölt terület. Ez a terület a talamusz magvak, ugye a két talamusz mind a két oldalán a legmediálisabb oldalon található. Kollégámmal, Dávid Csabával, illetve több más kutatóval a kutatócsoportokban felfigyeltünk arra, hogy a humán talamuszba ezeken a területeken karretinin kifejező idegsejtek találhatók. A karretin egy kálciumkötő fehérje, amely jelentősen befolyásol a sejtek működését, és úgy tűnt, hogy ez egy olyan marker, amivel az emberi agyba is meg tudjuk ezeket a sejteket jeleníteni. Hogyha egy kicsit belezoomolunk ebbe a képbe, akkor láthatóvá válik, hogy ezek a képletek valóban idegsejtek, idegsejt szómák, idegsejt dendritek, és lehetővé vált az is, hogy megvizsgáljuk, valóban megkapják-e azokat a szelektív bemeneteket, amiket én az előző dián javasoltam. Ezen a képen egy kettős festés segítségével igazolni tudtuk, hogy az itt barna színben és kicsi csillagokkal jelölt karetinin tartalmú sejtek valóban szelektív beidegzést kapnak a hipotalamuszból. Itt a beidegzést ezek a fekete gyöngysorszerű képletek jelzik,
Ezek ugye az axonok. Figyeljék meg, hogy ezek a szövetben megkeresik ezeket a barna sejteket, és ezeken alkotnak kapcsolatokat, míg ahol nincs barna sejt, nincsen bemenet. Sok más pályával meg lehet ugyanezt a kísérletet el lehet végezni, és ugyanez az eredmény, tehát valóban nagyon sokféle bemenet a éberségért, motivációért, ésségért, stb. Szomjúságért kapcsolatos bemenet konvergál ezekre a sejtekre. Érdekes módon, ha egérbe vizsgálta meg Dávid Csaba ugyanezeket a pályákat, megdöbbentően hasonló képet kapott, itt jobb oldalon az egérnek a hasonló területét látjuk, valóban a középvonali magvakban ugyanígy rengeteg káretinin tartalmú sejt van, a bal oldalon pedig az emberihez hasonlóan kettős festéssel azt látjuk, hogy a fekete hipotalamikus eredű rostocskák kizárólag azt a területet innerválják, ahol a balra káretini sejtek vannak. Tehát úgy tűnik, hogy mind egérbe, mind emberben igazolható ez a szelektív beidegzés, ami azért nevezetes, ugye, hiszen az ember és az egér legutolsó közös őse körülbelül 70 millió évvel élt, jóval azelőtt, mielőtt a dinoszauruszok kipusztultak. Tehát úgy tűnik, hogy ez a struktúra egy evolúciósan nagyon konzervatív, vagyis a feladatnak nagyon jól bevált struktúra lett. Az egér modell természetesen azért fontos, hiszen sokkal több kísérletet lehet végrehajtani rajta, mint az emberen, így egér esetében megvizsgálhattuk a kimeneteit is ezeknek a sejteknek, és egészen megdöbbentő módon azt találtuk, hogy a káretin tartalmú kis sejtek kimenetei szinte tényleg a teljes előagyat beidegzik. Itt a képeken nem fogom felsorolni az előagy fontosabb területeit, de minden döntésért, mozgásért, érzékelésért, félelemért, jutalom kódolásaért felelős területet beidegzett a káretein tartalmú sejtek axonja. Tehát úgy tűnik, hogy ezekkel és sok más kísérletekkel sikerült azt igazolnunk, hogy létezik egy ilyen központi csomópont, amely képes összegezni az alvásközpontok, illetve a motivációs központok működését. Hogyan tudjuk azonban igazolni, hogy a karotin tartalmú sejtek stresszben és alvás éberlét alatt is aktívak? Ezekben a kísérletekben Mátyás Ferenc volt a legnagyobb segítségem, aki a stresszel kapcsolatos kísérleteket egy CFOS nevű gén aktivizálásával vizsgálta. Erről közismert, hogy ha fokozódik a sejt aktivitása, a behatás után egy 50-60 perccel rendkívül megemelkedik ennek a génterméknek a szintje. Ha Mátyás Ferenc stressznek tette ki egy enyhe áramütésnek az egérkét, akkor lehet látni, hogy a középvonali talamusz területén jelentős mennyiségű CFOS expresszió történt, ezek a kis piros pöttyök. Hogyha ugyanezen a metszen elvégezte a káretinin festést, lehet látni, hogy nagyon-nagyon jelentős az átfedés, és nagyobb nagyításon egyértelmű, hogy a CFOS, tehát a stressz érzékeny sejtek szinte kizárólag a káretinin tartalmú sejtekbe található. Természetesen kvantifikálta is ezeket az eredményeket, 98%-a a CFOS pozitív stressz érzékeny sejteknek káretinin pozitív, ami egyértelműen azt mutatja, hogy szelektíven ezek a sejtek érzékenyek a stresszre. Az éberséggel kapcsolatban, mintán ez egy pillanatszerű jelenség, más módszert alkalmazott Ferenc. Itt az idegi aktivitást vezette, az egysejt aktivitást, ezeknek a sejteknek a tüzelési aktivitását, és sok-sok állatban, sok-sok felébredés átlagolásával megvizsgálta, hogy az ébredéshez viszonyítva mikor aktívak. Itt az ébredést az X-tengelyen a nulla szekundumnál látjuk, és fölötte a zöld grafikon mutatja a sejt aktivitást. Az egyértelműen látszik, hogy nulla időpontban van a legnagyobb aktivitás, ami azonban nagyon nevezetes, és ezt a nyíllal mutatom, hogy több mint 10 másodperccel az ébredés előtt ezek a sejtek elkezdik növelni az aktivitásukat, mintegy megjósolják a fölébredést, és ez egy rendkívül ritka jelenség az előagyba. Ez is ugye csak úgy jöhet létre, hogyha ők az agytörzsi ébresztő központokba közvetlen, direkt, erős bemenetet kapnak. Ezek a kísérletekkel tehát tulajdonképpen sikerült párhuzamos változásokat detektálni stressz és ébredés során, azonban, mint mindenhol a mi tudományunkban is,
Kérdés, hogy ezek vajon csak kísérik ezeket a változásokat, vagy pedig kauzális összefüggést is föl lehet itt fedezni, tehát valóban a középvonali magnak aktivitásának változása okozhat-e felébredést, illetve elalvást, vagy csak kíséri ezeket a jelenségeket. Ez azért komplikált kérdés, hiszen nem egyszerűen tudjuk megoldani azt, hogy ezeket a sejteket bekapcsoljuk vagy kikapcsoljuk. Ez itt a középvonali magvak, látjuk az alakjukat, képzeljenek el, hogy bármilyen elektróddal megpróbálok itt serkenteni, vagy lézióval gátolni. Hát ilyen alakot ugye nem tudok létrehozni, tehát szükségszerűen ebben az esetben kellene tenni negatív sejteket is a beavatkozás igénybe venne, ami ugye a specifitásnak árthat. Szerencsére az elmúlt évtized során a idegsejt kutatók egy rendkívüli segítséget kaptak, és az optogenetika, amelynek révén most már lehetővé vált a sejtek szelektív aktiválása és gátlása. A idegtudósok hőse egy meglehetősen alacsony rendű ostoros moszat, a Chlamydomonas reinharti, amelynek molekuláris motorjában egy különleges transzmembrán molekula van, ez egy fényérzékeny ioncsatorna. Ha megfelelő hullámhosszúságú fénnyel megvilágítjuk, akkor beindul a kicsi ostoros moszat motorja, és elindul a fény felé, és ez úgy történik, hogy megnyílik a transzmembrán csatorna, és ez kationokat enged át. Ezt a molekulát csenorodopszinnak hívták, nevezték el. Már a 60-as évek óta ismert volt az jelenség, de 30 évvel később került be csak az idegtudósok eszköztárába. Ennek a molekulának a módosításával el tudták érni, hogy ne kationokat, hanem anionokat engedjen át, és innentől fogva lehetővé vált az idegsejtek két irányú befolyásolása. Tudtuk serkenteni is kationokkal, illetve gátolni anionokkal, ugyanúgy, hogy fényhatására megvilágítottuk. A megfelelő molekuláris biológiai módszerekkel elérhető tehát, hogy szelektíven csak a karetinén sejtek fejezzék ki ezeket a molekulákat, és ilyen módon, ha itt ez a kék szál reprezentál egy száloptikát, ha beültetünk az agybe száloptikát, és ezen a megfelelő hullámhosszúságú fényt bocsátjuk át, szelektíven serkenteni, illetve gátolni tudjuk őket. Vizsgáljuk meg tehát, mi történik egy alvó állattal, hogyha serkentjük ezeknek a sejteknek az aktivitását, ezeknek a kísérleteknek nagy részét Komlós Gergely munkatársa hajtotta. Itt a piros karikánál, amikor fölvillan egy zöld lámpa, akkor fogjuk aktiválni ezeket a sejteket. Figyeljük meg, egy-két másodperc késéssel az állat fölemeli a fejét, nem tűnik riadtnak vagy zavartnak, kimászik a fészekből, tulajdonképpen, mintha mi se történt volna, csak valami fölébresztette volna, egy nagyot nyújtózik, és próbál visszamenni a fészkébe. Érdekes módon azonban legtöbbször nagyon sokáig nem tud visszaaludni. Tehát a hatás jóval tovább tart, mint a 10 másodperces stimulálás. Méréseink szerint 8,9 percig nem alszik vissza egyetlen 10 szekundumos stimulálástól. Minden esetben elhagyja a fészkét, és a stimulációt után nagyon nagy részben aktívá válik. Tehát úgy néz ki, hogy egy ilyen rövid stimulussal és meglehetősen hosszú ideig aktiválni tudtuk az állatot. Nézzük meg, mi történik, ha gátoljuk. Gátlást Jász Anna kolléganőm végezte el, a kísérlet tehát ugyanaz, az egérke agyába ebben az esetben a Switchar nevű gátló opszin van, ugyanúgy be van ültetve a száloptika, illetve egy csavarelektród is. Ebben az esetben ugyanis az elalvás az nyilván egy hosszabb időbeni folyamat, mint a felébredés, tehát több mindent kell mérni, mérjük az izomaktivitást, mérjük az agyi aktivitást, itt elsősorban a delta hullámokat, ez az alvásra jellemző lassú hullámú oszcilláció, mennél mélyebben alszunk, annál nagyobb a delta hullámok teljesítménye. Illetve mérjük azt is, hogy egészen pontosan mikor alszik el az állat. Egy sima, normál elalvás esetében, itt látjuk az EMG aktivitást, az egérke hol nyugodtabb, hol kevésbé nyugodt, ugye a magasabb számokat, a magasabb aktivitás, míg úgy 50. perc táján fordul először az, hogy tulajdonképpen bevonul a fészkébe, és legalább 6 percet ott nyugodtan marad. Ha erre
ráhelyezem a delta aktivitást, azt látjuk, hogy pont ellentétes irányú a változás, tehát amikor lecsökken az állat aktivitása, megnő ez a bizonyos alvási oszcilláció, és itt az 50. perc táján valóban felszökik nagyon a delta aktivitás, és emiatt ugye ezt nevezzük definíció szerint az első elalvásának az állatnak. Ha ugyanezt elvégezzük, ezt a kísérletet úgy, hogy közben gátoljuk a káratini sejteket, akkor már a mozgás grafikonon látjuk, hogy az állat jóval előbb megnyugszik és bevonul a fészkébe, a delta aktivitása jóval előbb már a 15. perc körül elkezd növekedni, és valóban az elalvási ideje szignifikánsan leesik. Természetesen még sok állatnak sok elalvását kellett vizsgálni, de az átlagolt görbékből egyértelműen látszik, narancssárgával látható a kontrollnapok, kékkel a gátolt napok, hogy a gátolt napok során az EMG aktivitás mindenhol a kontrollnapok alatt van, már a legelső időablakban, a legelső 5 percben is, tehát rögtön elkezdi nyugtatni, elaltatni az állatokat a káratini sejtek gátlása, és ezzel párhuzamosan az agyi delta aktivitás pedig a gátolt napok esetében mindig a kontrollnapok fölött van, tehát jóval több időt tölt alvásban. Ha pedig megvizsgáljuk az elalvási időt, az elalvási idő tulajdonképpen megfeleződik, tehát a gátlás hatása során az egér normális elalvási magatartást mutat, rendesen megágyaz magának, de előbb fekszik le aludni. Ugye ez egy álomeszköz lenne minden kisgyermekes kutató számára, mert több idő maradna az esti munkára. Tehát megállapíthatjuk, hogy a káratinin tartalmú sejtek aktivitása jelentősen befolyásolja az éberségi szintet, hiszen mind az két irányba tudtuk befolyásolni, fölkelteni is tudtuk az egérkét, és elaltatni is. A következő fogós kérdés azonban, hogy felelőse azért, hogy a stressz következtében nehezebben tudunk elaludni. Ez természetesen egy olyan stressz szituációt kellett kitaláljuk, amelyik hát valamennyire természetes egy egér számára. Nyilván, ha megkérdezném önöket, akkor rögtön rávágnák, hogy a macska lenne a természetes stressz az egér számára. Mi a következő legjobbat választottuk, és az a róka volt. Ugyanis a nagy cégektől vásárolható már a róka vizeletének a legfontosabb komponense, és ezt tulajdonképpen egy papírvattára csepegtetve oda helyezhetjük az egérhez, és az egér, annak ellenére, hogy ő laboregér és életében soha nem látott rókát, egy belső félelmi reakciót mutat rá, és valóban nagyon komoly stresszreakciót vált ki a rókaszag. Tehát a következő kísérletet terveztük, két csoportot alakítottunk ki, egy gátolt csoportot és természetesen egy kontrollcsoportot. A gátolt csoport elalvását vizsgáltuk 5 napon keresztül, milyen gyorsan alszik el, mennyit mozog, milyen a delta aktivitása. Ezután átvittük egy idegen ketrecbe, ami ugye önmagában stresszes számára, és itt 10 percig egy rókaszagnak tettük ki. Ezután visszavittük a saját ketrecébe, és itt mindössze egyetlen egy alkalommal 45 percig gátoltuk. Tehát ez egy fontos körülmény, hogy nem a rókaszag alatt gátoltuk, hanem a rókaszag után, tehát nem befolyásoltuk azt, hogy ő mennyire érzékeli a félelmi szituációt, hanem az utána lévő aktivitásra voltunk kíváncsiak, és ezután az elkövetkezendő 5 napban megint vizsgáltuk, hogy hogyan alszik az egér. A kontrollcsoport az teljesen ugyanezen a protokollon ment keresztül. Egy különbség volt, hogy ezeknek az egereknek az agyában nem a gátló opszint fecskendeztük, hanem egy olyan kontrollvírust, amelyik egy egyszerű zöld fluorescens fehérjét tartalmazott, tehát ezeket hiába világítottuk, ezekre itt a káratini sejtek nem gátlódtak. Nézzük meg az eredményeket. Az első ábrán azt látjuk, hogy mi történik a róka, ha összehasonlítjuk az elalvási, az állat mozgási aktivitását az első 3 órában a kísérleti szituációnkban. A kékkel látjuk a róka előtti elalvást. Itt lehet látni, hogy körülbelül a 60-70. Percben elősen lecsökkent már az aktivitás, és viszonylag kicsi aktivitással folytatódik a maradék időben. És látható, hogy a róka utáni napokban azonban ez az aktivitás jelentősen megnövekszik.
Ez tulajdonképpen az alvászavar. Tehát ahelyett, hogy az állat nyugodtan lefeküdne aludni, az rókaszagot követő héten jelentősen nehezebben tud elaludni, jelentősen többet mozog, és sokkal később alszik el. Abban az esetben, hogyha gátoljuk a káreténi sejtek aktivitását, ez az alvászavar teljesen megszűnik. Tehát úgy tűnik, hogy a gátlás után az alvászavar nem alakul ki, és az egerek pontosan ugyanolyan jól alszanak, mintha nem is történt volna meg ez az esemény a rókaszaggal. Itt nem mutatom az adatokat, de elvégeztünk egy memória kísérletet, amelyik azt mutatja, hogy az egerek emlékeznek a rókaszagra, tehát ők tudják azt, hogy ez megtörtént, mégis a rókaszag nem vált ki belőlük olyan zavart, amelyik megakadályozná a nyugodt alvást esetükben. És itt van még egyszer ugyanennek a kísérletnek a kvantifikációja. Itt a 3 órás időszakot 4 időablakra osztottuk. Bal oldalon lehet látni, hogy a megzavart alvás esetében szignifikánsan többet mozognak a kontrollcsoport állatai, ugye ez az alvászavar, és csak 2 óra után lesz hasonlóan a róka előtti alváshoz, míg a gátolt csoportban ez a hatás egyáltalán nem látszik. Konklúzióként tehát levonhatjuk a következő gondolatot, hogy miután mi a stressz aktivitás követően gátoltuk a káretin aktivitást, ezért tulajdonképpen a való életben úgy kell legyen, hogy a stressz ezekbe a sejtekbe kivált egy tartós, fokozott aktivitást, legalábbis ebbe az 1 órába, amíg mi gátoltuk, és úgy tűnik, hogy ez a fokozott 1 órás aktivitás lesz felelős azért, hogy egy tartós, több napon, hát mi 2 hétig néztük, 2 héten keresztül kialakuló alvászavar alakul ki. Természetesen rengeteg további kérdés és vizsgálatot igényel, hogy tulajdonképpen mi alakul át ilyenkor az agyban, mi változik meg, és maga a középvonali magvakba történik a változás, vagy pedig a fokozott középvonali magvak aktivitása az idegrendszer egyéb pontjain indukál olyan tartós változást, ami miatt fönnmarad az alvászavar. Minden esetre az, hogy sikerült lokalizálnunk egy adott idegrendszeri struktúrára ezt a kapcsoló pontot, ez fölveti annak a lehetőségét, illetve reményét, ha találunk olyan gátlószert, ami szelektíven ezekre a sejtekre hat, és ugye idegrendszeri gyógyszerek esetében mindig ez a probléma, hogyan tudunk szelektíven egy folyamatra hatni, úgyhogy a többiben nem szólunk bele, de mindesetre, ha találunk ilyen szert, akkor esetleg kedvezően tudjuk befolyásolni az alvászavarokat. És mindezek után köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelt hallgatóság, tisztelt elnök urak, tisztelt titkár, főtitkár, otthon a képernyők előtt ülők, nagy megtiszteltetés és nagy öröm egy ilyen remek előadáshoz hozzászólni, ami tulajdonképpen az alvás zavarok és az alvás problematika legvelejébe hatoló felismeréssel szolgál. Mi azok a kutatók, akik emberek alvásával foglalkozunk, és nem nincs lehetőségünk ilyen mechanizmusokba beavatkozni, és talán nem is szeretnénk még meggondolatlanul az emberek alvását illetőleg, hát mindig nagyon érdeklődve figyeljük azt, hogy mi történik az állatmodellek frontvonalán. Én most tulajdonképpen kontextusba szeretném helyezni egy kicsit az emberekkel kapcsolatos tudás mezején ezt a remek megfigyeléssort, amit Acsádi László bemutatott. Csatlakozom hozzá, és itt egy 80-as években készült becslés alapján elmondanám, hogy az alvás egy jelentős része az emberi életnek is, nem csak a más fajokén, a 72 évből csak 48-at vagyunk ébren, 24-et alszunk a becslések szerint, ebből 18 évet non-rem alvásban, ami ezekkel a bizonyos delta vagy lassú hullámokkal társul,
6 évet pedig remalvásban intenzív álmodással töltünk, mindezt ideális esetben, hogyha hagynak bennünket, és hogyha tudunk aludni. Na most az alvás szakaszainak poligráfiás képe igen bonyolult az embernél, hogyha az ember szeme nincs ehhez szokva, tulajdonképpen egymás követő mélyülő fázisok és a REM szakasz jellemzik, amelyeknek jellegzetes spektrális új lenyomataik vannak az alvás agyi elektromos tevékenység mintázatának spektrumaiba. Itt a log-log skálán megjelenített spektrumokban látunk egyrészt spektrális csúcsokat, specifikus oszcillációkat, amik az egyes állapotokra jellemzőek, és látunk egy spektrális meredekséget, amelyik azt jelenti, hogy a lassúbb és a gyorsabb frekvenciáknak az aránya milyen. Egy kicsit szemléletesebb a szem számára az éjszakai alvás dinamikájának a megjelenítése egészséges fiatal felnőtt embereknél, ami azt mutatja, hogy a különböző frekvencia komponensek itt a színnek az intenzitása, illetve a hőfoka mutatja azt, hogy milyen intenzíven alszunk az elején, aztán az alvás ciklusok egymást követően egyre sekélyebbé válnak. És hát tulajdonképpen ezeket tudjuk mi mérni non-invazíve leginkább, még sok minden mást is, de az előadás és az előttem szóló kolléga témája szempontjából talán ez a legjelentősebb. És hát most áttérünk arra, hogy ha mi emberek nem alszunk jól, akkor mi a helyzet ezekkel a jelenségekkel. Tehát tulajdonképpen el- és átalvási nehézségekről, esetleg korai ébredésről beszélünk, amikor krónikus inszomniáról van szó. Nappali álmossággal jár ez, és a hét több napján, hónapokig fönnáll. Természetesen van akut inszomnia, és vannak tranziens jelenségek. Picit a krónikusra szeretnék fókuszálni, most úgy hiszem, hogy egy egér életében 2 hét az embernél elég sok, és mindenképpen jóval több 2 hétnél. Tehát nagyon nagy prevalenciáról beszélünk, 2%-okra becsülik az inszomniát a felnőtt populációban, a női nem és az időskor az egyértelműen rizikó tényező. Na most az emberek egy része konstitucionálisan az alvásával reagál a stresszre, egyesek a emocionálisan, és kevésbé az alvásukkal, dürohamokkal vagy kétségbeeséssel, mások emésztési zavarokkal, ismét mások, hát tulajdonképpen kardiovaszkuláris tünetekkel, és azok, akik hajlamosak stresszt követően nem aludni, nagyon nagy csapdahelyzetbe kerülnek, mert frusztrálódnak az alvás kimaradása miatt, ugye nem lehet akarni aludni, ellenben lehet aggódni az alvás kimaradása miatt, és ez egy ördögi körré tud alakulni, ez minden inszomnia terápiának egyfajta alapköve, alapvetése, hogy ezt az ördögi kört meg kellene szüntetni, ugye nem tudjuk, hogy az egérben van-e ilyen, valószínűleg nem aggódik a másnapi teljesítménye miatt, az embernél ez súlyosbító körülmény. Na most, hogyha egy metaanalízist nézünk, akkor valóban igaz, hogy akiket inszomniával diagnosztizálnak, lassabban alszanak el, kevesebb időt töltenek alvásban, többet vannak ébren, és kevesebb mélyalvásuk és remalvásuk van. Ez mind nagyon szép, de ha megnézzük az emögött lévő számokat, tehát hogy hány percet vagy hány százalékot jelentenek ezek, akkor bizony a különbségek, még a szignifikánsak is nagyon kicsik. Én magam sokkal kevesebbet aludtam ennél ma éjszaka az előadásra készülvén. Azt hiszem, hogy nem minősülök inszomniásnak. Súlyosbítja a körülményt, vagy nehezíti a helyzetet, hogy itt ezek a barna jelek azt jelzik, hogy az emberek egy jelentős része, aki inszomniával orvoshoz fordul, nem alszik kevesebbet, mint az átlag populáció, tehát alvás időben nincs is kevesebb. Mondom, ez egy aleset, amit paradox inszomniának, vagy az alvási állapot téves észlelésének neveznek. Tehát magyarázatnak ez egy kissé soványka, valószínűleg nem csak az alvás időről beszélünk, hiszen a megélt alvás az általában minden inszomniában kevesebb, mint a mért alvás a laboratóriumban vagy otthon eszközökkel mért alvás. Tehát ránézünk az alvás EEG finom szerkezetére. Spektrális görbékben eltéréseket figyeltek meg, nagyon sok mindent, különböző frekvencia tartományokban, de ami a legfontosabb az az, hogy valamennyi vizsgálat a gyors béta és gamma EEG tevékenység, ami az éberségnek a jele,
tekintetében többletet figyelt meg alvás alatt, tehát az alvó inszomniásokban. Itt látszik fönt, hogy a delta tevékenységben is kisebb az inszomniások, tehát van egy eltérés, de nem éri el a szignifikanciát minden vizsgálatban, erre vissza fogok térni a végén. És hát tulajdonképpen különböző lokális ébredési jelenségek is megfigyelhetőek, amik az alvás instabilitását, a környezeti ingerekkel szembeni fogékonyság fennmaradását jelzik. Ha megnézzük, hogy mit csinálnak az inszomniások nappal, akkor arra leszünk figyelmesek, hogy akkor is éberebbek, a 6-8 Hz-es téta aktivitásuk alacsonyabb, pedig most nem kellene aludni, de eleve éberebbek, és ez az éberség összefügg az ő megélt hipervigilanciájukkal, amit kérdőívekkel kérdezünk le, a gyors EG aktivitás pedig pozitívan függ össze a hipervigilanciájukkal, tehát ezek a hiperéber emberek nappal is hiperéberek, nem csak éjszaka. És itt jön egy nagyon jó embermodell, hiszen a rókákkal nem ijeszgetjük az embereket, meg úgyse ijednének meg talán elégségesen, viszont szégyenérzetre nagyon fogékonyak. Itt azt lehet látni, hogy akut szégyenérzet hatására az jól alvó és inszomniás emberek inzulája és anterior-cinguláris kérge is egyformán aktívvá válik. Hosszú elmagyarázni, karaoke, becsapták az embereket, fölvették a karaoke az éneklésüket, zene nélkül játszották vissza kutatólaborban, mindenki ettől egy kicsit beijed. Aztán majd megkérték az alanyokat, hogy magukban képzeljenek el az életük legszégyen teljesebb élményét, nem kell elmesélni. És azt figyelték meg, hogy ebben az esetben az inszomniások dorzális anterior cinguluma újra aktiválódott, nem úgy, mint a jól alvóké. Tehát tulajdonképpen itt egy konstitucionális stresszreaktivitásról beszélünk, ahol az emóciók tartós átélése a rossz alvással jár együtt. Tehát ez már egy ilyen rókaszerű jelenség az embernél, hogy ezt a kört kellene megtörni. Na most természetesen az embereknél is vannak traumák és poszttraumás stressz, ezeket ugyan nem kísérletileg váltjuk ki, de az élet sajnos hozza magával, és mióta újra háborús konfliktusokban vesznek részt nyugati vagy főleg amerikai csapatok, azóta lehet bőven kísérleti kutatási alanyokat találni, és kontrollalanyokat is ezekhez a kísérletekhez vagy vizsgálatokhoz. Na most a poszttraumás stresszbetegek valóban hosszabbul alszanak, nekik a lassú hullámú tevékenységük is kisebb, itt a piros görbék jelzik azt, hogy a alvás ciklusokban nem nő meg egészen a delta tevékenységük, a gamma gyors aktivitásuk viszont szignifikánsan fokozott, és az EEG összefügg a tüneteiknek a súlyosságával. Tehát mutatja azt, hogy mennyire súlyos a poszttraumás stresszavar, még a REM-alvásban is van eltérés, ami azt jelzi, hogy a rémálmaiknak, amiket átélnek nagyon gyakran a poszttraumás stresszbetegek, itt megint nem tudjuk, hogy az állatmodellben ez hogy van, hát közük lehet az EEG változásokhoz. Egy másik nagyon friss 2020-as poszttraumás stresszbetegség és alvás vizsgálatban a lassú hullámokat felbontották, lassú oszcillációra 1 Hz alatt és 1 Hz fölött deltára, egyértelműen a lassú oszcilláció csökkent a poszttraumás stresszbetegekben, és az függött össze a tüneti súlyossága. A REM-alvásban érdekes módon egy fokozódást találtak, és ez is összefüggött a tünetek súlyosságával. Még egy PTSD spektrális indexet is képeztek a két mutatóból, ami biomarker gyanúval kecsegtet, tehát az alvás megváltozása poszttraumás stresszben nagyon jellegzetes embernél. Itt látjuk, hogy hol a lassú tevékenységetnek a csökkenését, hol a gyorsnak a fokozódását emlegetem föl újra és újra. Hát azért van ez, mert tulajdonképpen az alvás EEG spektruma az embernek egy hatványfüggvény, ami log-log skálán egyenes, és nagyon jól leírható egy hatványfüggvénnyel, tulajdonképpen egy kicsit redundáns vagy önkényes belenyúlni ennek az egyenesnek egyik vagy másik végébe, ezek együtt változnak, és hát ezt meg is vizsgálták több mint 300 inszomniáson, és bizony ennek a spektrumnak az esése kevésbé meredek inszomniában, és ez igaz az úgynevezett paradox inszomniára is. Tehát azok, akik úgy érzik, hogy nem aludtak, pedig a laborban azt mondja az asszisztens, hogy aludtak, és azt mondja a kezelőorvos is, nos, az ő spektrális meredekségük is kisebb. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az álmatlanság finom szerkezete az, ami bennünket érdekelne. Itt az aktiváció
az, ami túlsúlyba kerül, és az alvás sekélyessé és instabillá válik. Nagyon nagy kérdés, hogy hol van ennek a csuklónak a forduló pontja, a forgó pontja, ami ezt egészségeseknél 13 Hz körül találtuk. Úgy tűnik, hogy inszomniában 4 Hz körül, vagy még az alá esik. Tehát nagyon érdekes jelenség. Kettő paraméterrel jellemezni lehet a teljes alvásségi spektrumot inszomniában. Szerintem egereknél is, bár ezzel kapcsolatban nincsenek tapasztalataim, tehát nem csak az alvással töltött idő számít. Szeretném megköszönni a lehetőséget és a figyelmet. Úgy tudom, hogy amennyiben vannak kérdések, akkor én most átadom a szót a kérdezőknek. Köszönöm szépen!